Sziasztok! December 25-e van, 21 óra 56 perc, és én éppen az M1-M7-es közös szakaszán haladok befelé, méghozzá a Sport TV Lomb utcai székházába. Biztos tudjátok sokan, meg biztos nem sokan, hogy hazajöttünk már, az egész család itthon van nagyjából december eleje óta, és hát én is úgy vagyok, mint sokan, biztos közületek is. Gondolkozik az ember két hét után, hogy mit tudna csinálni, mert a pihenőből igazából már elég. És úgy gondoltam, hogy itt ez a december 25-i triple header, 3 NBA meccs a Sport TV-n. Mi lenne, hogyha megbeszélném Baskával, hogy az egyiket közvetítsük együtt. Aztán rájöttem, hogy mégse hívom fel Baskát, hogy közvetítsük együtt, hanem inkább írtam egy e-mailt, méghozzá Máté Pál alelnök úrnak, Monc Attilának, Misur Tominak, akik a beosztásokat készítik, Galuskának, és természetesen Mélyes Gábornak, Züminek, akire két meccs közvetítése van bízva elvileg, az első és a második. Milyen, ha meglepnénk Baskát, én megérkeznék a Sport TV-be a második meccsre teljes titokban, Zümi kikéreckedne az első végén valami mondva csinált okkal, sok ez ugye nem lehet, és aztán én a második meccs elején, amit Baska elkezd, egy picit tipródik, elkezdi egyedül, de én a második meccs elején beülök. És megpróbálom meglepni Baskát, láttam Instagramon írta, hogy hozzatok Beiglit, én viszek neki, és nézzük, hogy hogy reagál majd. Remélem, hogy ti is látni fogjátok, mert elvileg a stúdiós kamera megy majd, meg az enyém is. Nézzük, hogy sikerül-e meglepnem Baskát karácsonykor. Itt vagyok, a szerkesztőségben nagyjából senki, úgy mi ugye már itt van, már nyomják a meccset. Egyelőre senki nincs itt, még van. Hát egy olyan 10-15 perc biztos van hátra, amíg a Voki meccsben most megpróbálom megkeresni a stábot, hogy honnan csinálják a meccset. Ugye kaptak Baskáik egy nézői kérdést, hogy rakják össze az európai államcsapatot, amelyikből még kijöhet egy bajnoki cím is az NBA-ben. Ha tudnák, hogy Antetokounmpót nem a Sasa mondta, hanem én. Nem jut eszükbe, Jannis, Baska. Nem baj, jövök, segítek. Én tudom, megemberelte magát. 31 This is our game. We're in this together. You can find it at portals 12, 20, and 44. Hogy izgul. Jó estét kívánunk, folytatódik az NBA maraton. Méhes Gábor valahol a hivatali patkányokból megismert, jelenetben egy baseballütővel egy nyomtatót tör szét. Amint megérkezik a jegyzeteivel, ő veszi át a szót, addig én Tőrös Balázs próbálom felvezetni ezt a mai mérkőzést. Folytatódik a karácsonyi NBA maraton. Láttuk már, ahogy szerintem némiképpen meglepetésre a Milwaukee Bucks csapatával feltörölte a Philadelphia. Most pedig egy olyan meccsel folytatjuk a frissen átadott néhány hete átadott Chase Centerből, San Franciscóból. Ahogy a Golden State Warriors, amely hát szebb időket látott, és folyamatosan a bajnoki döntő visszatérő szereplője volt, idén karácsonykor egy picit másmilyen köntösben, az esélytelen gyerekként próbálja felvenni a harcot James Hardennel, Russell Westbrookkal és a Houston Rocketsszal. Szevasz! Szevasz! Mi történik? Jó estét kívánunk mindenkinek! Remélem azt is elmondtad, hogy az NBA történelem első San Franciscó-i karácsonyi mérkőzése követően. Majd nem! Láttam, hogy kértél Beiglit, hoztam Beiglit! Szevasz, Sobikám! Úgyhogy ez a mérkőzés jön majd most. Hát amikor az NBA azt gondolta, hogy ez jó lesz karácsonyra, akkor szerintem nem gondolták, hogy ez történik. Ez történt, úgyhogy nézzük meg, hogy mit tud egymás ellen a Golden State meg a Houston. Hát ez az én karácsonyi ajándékom és meglepetésem. Szia Zubikén, ő is bejött elköszönni. Úgyhogy, készültél? Vagy csak beugrottál? Természetesen, hogy ne készültem volna. Mind a három sort hoztam magammal, mondjuk azt nem tudom ki énekli a himnuszt, úgyhogy segíts gyorsan. Andrea Fucchini. The dawn's early light, what so bright?